az időmérő nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, és tudtam, hogy mind a két futamon sok kockázatot kell vállalnom, hogy a pontszerző helyekre kerüljek. Az első futamon jól alakultak a dolgok, viszonylag gyorsan a rajt utáni métereken már sok pozíciót tudtam fogni, utána kimaradtam a csetepatéból, és ennek volt köszönhető a hatodik hely. A második futamon próbáltam egy jót rajtolni, ez össze is jött, de sajnos pont benne voltam a sűrűjében, és kétszer elég kemény ütést kapott az autóm, és ennek kapcsán a futómű. Szerintem elég komolyan sérült, mert a kormányom ferde volt. De mi összességében az ember ilyen helyzetben van, amikor 15. helyről kell rajtolnia.